Plüssmacik beteg gyerekeknek a magyar jégkorong válogatott tagjai elvitték az egyik fővárosi gyermekkórházba azokat a plüssállatokat, amelyeket a nézők dobáltak be a pályára még április 22-én. A Magyarország-Spanyolország meccs első magyar gólja után rekordszámú összesen 6870 darab plüssállatot dobtak be a szurkolók. A jégkorong válogatott tagjai szedik ki a kis teherautóból a több zsáknyi plüssállatot. Reggel csaknem 600 plüss figurát vittek a fővárosi Betesda gyermekkórházba a kisbetegeknek. A 200 ágyas kórház rehabilitációs osztálya. A kis páciensek arcára sikerült mosolcsalni a plüssmacikkal. Volt, akinek több is jutott. Április 22-én a Magyarország-Spanyolország világbajnoki meccsen az első magyar gól után több ezer szurkoló dobálta be a plüssmacikat. Posgai Tamás volt akkor a gólszerző. Én VB újonc voltam ezen a világbajnokságon, és ez volt életem első világbajnoki gólja. Nagyon nagy élményt jelent ez számomra, főleg úgy, hogy szerintem sokáig emlékezetes fog maradni, ugye, mert ez volt az úgynevezett macis gól, utána több ezer macis áparazott a jégre. A beteg gyerekek már néhány napja tudták, hogy érkeznek a sportolók a plüss állatokkal, és nagyon várták őket. Nagyon sokat számít a gyerekosztályokon, hogy azok vidámak legyenek sok-sok játékkal, úgyhogy a bentfekvő gyerekek is örülnek neki, akik majd később kerülnek ide, ők is hasznosítani fogják. Sok táborunk is lesz a nyáron izombetegeknek, Down-szindrómás gyerekeknek, úgyhogy jut maci mindenkinek. Április 22-én egyébként magyar rekord született a hazai maci dobás 3 éves történetében. Összesen 6870 plüss állat került a jégre. Ezek nem csak a Betesda gyermekkórházba, hanem több fővárosi gyermekotthonba is kerülnek.